A családon belüli erőszak tabu témának számít, és sokan nem is beszélnek róla, még bírósághoz sem fordulnak gyakran azok, akik érintettek. Egy kicsit tisztázzuk is azt, hogy mi az, hogy családon belüli erőszak, vagy kapcsolati erőszak. A 2013. július 1-én hatályba lépett új büntető törvénykönyv a családon belüli erőszak elleni hatékony fellépés eszközeként egy új tényállást vezetett be, a kapcsolati erőszak tényállását. Miért volt erre szükség? A törvény korábban is büntetni rendelte a testi sértést, a személyszabadság megsértését, a kényszerítést, vagy a tetleges becsületsértést. Azonban nem tett különbséget a között, hogy ezt az elkövető egy vadidegennel szemben tanúsítja ezt a magatartást, vagy egy nagyon közeli hozzátartozó, egy házastárs, egy élettárs sérelmére követi el. A kapcsolati erőszak bűncselekménye erre ad megoldást, mert egyrészt súlyosabban rendeli szankcionálni azokat a cselekményeket, amik már korábban is benne voltak a büntető törvénykönyvben, mint például a testi sértés, viszont abban az esetben, hogyha ezt egy hozzátartozó, egy olyan személy sérelmére követik el, aki az elkövetővel az elkövetéskor, vagy korábban például együtt élt, élettársa volt, vagy házastársa volt, vagy egyszerűen csak a gyermekének a szülője, akkor egy magasabb büntetési tétellel fenyegetett a cselekmény, súlyosabban szankcionálható ilyen esetekben az elkövetés. Nem csak az elkövetők köre lehet széles körű, hanem maga a cselekmény is. Úgyhogy említsük meg azért ezeket a példákat is, hogy mi számít már kapcsolati erőszaknak. A tényállás bővítette azon magatartások körét, amiket szankcionálni kell. Ez azt jelenti, hogy most már olyan esetek, olyan magatartások is büntethetőek, amik nem érik el például a testi bántalmazás szintjét. Ez azt jelenti, hogyha az elkövető az emberi méltóságot súlyosan sértő vagy megalázó erőszakos magatartást tanúsít a sértettel szemben, vagy például a közös gazdálkodás körébe tartozó, közös vagyonba tartozó javakat von el, és ezzel súlyos nélkülözésnek teszi ki a sértettet, például a házastársát, volt házastársát vagy élettársát, akkor már büntethető a cselekmény. Tehát akkor nem is kell tetlegességig fajulnia a családon belüli erőszaknak, hogy büntetővé válhasson. A kapcsolati erőszak alapesete kifejezetten azokat a magatartásokat tartalmazza, ahol még nem kerül sor testi sérülés okozására. Ugye úgy fogalmaz a törvény, hogy erőszakos magatartást tanúsít a sértett irányába. Ez az erőszakos magatartás irányulhat személy ellen, például lökés vagy arculütés, de úgy, hogy még ne okozzon látható sérülést, vagy például dolog elleni erőszak is útján is megvalósulhat a cselekmény, ilyen a székek dobálása, vagy például, hogyha tányérokat dobnak a földhöz, ha kifejezetten arra irányul ez a cselekmény, hogy a másik szemét megalázó helyzetbe hozza, akkor ezzel is már megvalósítható a kapcsolati erőszak bűncselekménye. A kapcsolati erőszak bűncselekményének másik olyan elkövetési magatartási formája, ami korábban nem került még szankcionálásra, az, hogyha közös gazdálkodás körébe tartozó javakat von el az elkövető, vagy a közös vagyonba tartozó javakat von el az elkövető, és ezzel a sértettet súlyos nélkülözésnek teszi ki, akkor szintén 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Itt fontos azt tisztázni, hogy ez eredménybűncselekményről beszélünk, tehát kell az, hogy ez a súlyos nélkülözés ez megvalósuljon a sértett részéről, azaz a létfenntartásához szükséges javakat ne kapja meg a házastárstól például. Tipikusan, hogyha a házastársak közül csak az egyik fél rendelkezik jövedelemmel, és ő ebből a jövedelemből semmit nem fordít, semmilyen összeget nem fordít a házastársa ruháztatására, élelmezésére, hanem mindet elkölti saját maga, és elissza a fizetését. Ha megállapítható, hogy ezzel súlyos nélkülözésnek tette ki a sértettet, akkor felelősségre vonható. Beszéltünk ugye az elején arról is, hogy még eléggé tabu témának számít a családon belüli erőszak.
számokban, ha nézzük, a bíróságon mennyire tud megjelenni ez az ügy? Azt mondhatjuk, hogy mióta külön tényállásként létezik a kapcsolati erőszak bűncselekménye, nagyjából 100 esetben találkoztunk a bíróságon a megyében ilyen cselekménnyel. Gondolom az is lehet ennek az oka, hogy ez is egy magánindítványos ügy. Igen. Alapesetben, amikor nem jutnak el testi sérülésig például ezek az esetek, tehát az testi sérülés szintjét el nem érő esetekben, illetve a közös vagyon gazdálkodásával kapcsolatos ügyek magánindítványra büntethetőek. Ez azt jelenti, hogy csak akkor indít eljárást a hatóság, hogyha ezt a sértett fél kéri. Milyen szankciókat tud ez vonni az elkövető után, illetve mit tehet a bíróság az áldozat érdekében? A bűncselekmény alapesetben 2 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett. Abban az esetben, hogyha már testi sértést is megvalósít, vagy tetleges becsületsértést, kényszerítés vagy személyszabadság megsértése megvalósul, akkor viszont akár 5 évig terjedő szabadságvesztés büntetése is kiszabható. Mi a bíróság álláspontja arról, hogyha a családon belüli erőszak van, egy fiatalkorú vagy egy gyermek is érintett? A kapcsolati erőszakot akkor bünteti a törvény, hogyha a súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg alapesetben. Ez azt jelenti, hogy ha egy kisgyerek nap mint nap rendszeresen látja otthon ezt az erőszakos magatartást, ezt a családon belüli erőszakos magatartást, akkor már felmerül a kiskorú veszélyeztetésének bűncselekménye, ami egy súlyosabban minősülő cselekménynek tekinthető, és ilyenkor a szülők kiskorú veszélyeztetésének bűncselekménye miatt kerülhetnek bíróság elé, és akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető a cselekmény. Ha erőszakos magatartás, akkor nem mehetünk el a zaklatás mellett sem, ugye az is jelentkezhet. Gyakori elkövetési mód, hogy külön vált felek egymásnak üzeneteket küldözgetnek telefonon, SMS-ben, háborgatják egymást. Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe önkényesen beavatkozzon, emiatt rendszeresen háborgatja, zaklatja, üzeneteket küld neki, telefonhívásokat indít, zaklatás miatt kerülhet bíróság elé. Az, hogy mit tekintünk rendszeresnek, ez számszerűsítve elég nehezen meghatározható. Mindenképpen 2-nél több alkalmat, nagyobb számú alkalmat jelent. Köszönjük szépen az információkat, a tárgyalóterem következő részével pedig jövő héten kedden találkozhatnak.